Köszöntöm a kedves nézőket! Járatritkításokat vezettek be a szegedi tömegközlekedésen. A villamosok és trolik esetében csupán a követési idő növekszik, azonban a buszok menetrendjeit alaposan megváltoztatták. Vendégem a stúdióban Majó Petri Zoltán, a Szegedi Közlekedési Társaság vezetője. Köszöntöm a stúdióban! Én is köszöntök mindenkit! Miért volt szükség a változtatásra? Hát ugye ez a menetrendügy, ez egy kényes kérdés, főleg akkor kényes kérdés, amikor ilyen pandémiás, vírusos időket élünk. A közösségi közlekedésből nem csak Szegeden, de az összes megyei jogú városból, Budapesten és külföldön is úgy néz ki, hogy csökkent azért az utas létszám, kevesebb pénz van a közösségi közlekedésre, és ilyenkor mindig az az első szempont, hogy hol lehet ezt valamilyen módon optimalizálni, hol lehet ezeket a potmétereket csavarni. Ez történt Szegeden is. Ha valaki visszaemlékszik a tavaszi időszakban, akkor úgy volt, hogy először volt a normál menetrend, utána lett belőle a nyári menetrendből aztán lett egy ilyen rendkívüli menetrend, és általában ezeknél az eseteknél a közlekedés szervező ilyenkor az utazási idővel úgy játszik, hogy ha eddig mondjuk egy óra alatt ment 6 villamos, az azt jelenti, hogy 10 percenként jártak a villamosok, akkor most már csak 5 villamos fog menni, és nem 10, hanem 12 percenként van a követési idő, és ezzel általában az a közgazdászoknak az eszköze, hogy akkor abban az adott órában nem 6 villamos vezetőnek, hanem csak 5 villamos vezetőnek kell szolgálatba lenni, és akkor így próbálnak költségeket csökkenteni egy ilyen időszakban. Akik most az őszi menetrendet nézik, akkor azok ezzel szembesülnek, ahogy a felvezetésben is volt, hogy lettek olyan járatok, vonalak, ahol eddig mondjuk 15 percenként jártunk, ott már csak 10 vagy 12 percenként járunk, és arra vigyázott a város, hogy a külvárosok vagy a lakóvezetek felé is, amik annyira nem sűrűen lakottak, tehát nem troli meg villamos vonal mentén vannak, ott is azért a félórás követés az maradjon meg. A koronavírus második hullámjának közepén járunk, illetve iskola kezdés is volt. Ez nem jelent veszélyt, hogy a kevesebb járat több utassal? Ez egy ilyen fából vaskarikaróka fogta csuka, ezt mindenki tudja, hogy ha a közösségi közlekedésben nagyon leviszik a kibocsátást, a kapacitást, a járművek számát, akkor persze jó, hogy elszoknak róla az emberek, de fordítva is igaz, hogy ha kevesebb utas van, akkor hányszor láttuk azt, hogy az a visszajelzés érkezett, hogy minek megy szombaton, vasárnap ez a gyönyörű nagy piros troli, vagy ez a hatalmas busz, mikor ketten ülnek rajta. Úgyhogy ez egy ilyen csiki-csuki játék a számokkal, és azért akik busszal utaznak, azoknak is azt tudom mondani, hogy igyekezett a város valami, ezt a szót szeretik használni a közösségi közlekedésben, lehet, hogy már mások is hallották, hogy Pesten vannak például fonódó villamosok. Most például Alsóváros és Tápé egy kicsit ilyen fonódó lett, a 74-esen, aki utazik. Ez pontosan mit jelent ez a fonódó? Ez azt jelenti, hogy eddig úgy volt, hogyha valaki Klebersberg telepről utazott Alsóvárosról a belvárosba, akkor a belvárosot tudott utazni, ott át kellett szállnia, mert Tápé felől is jött egy ilyen járat. Ez a járat most össze lett fűzve, ami sokakban felbojdulást keltett, hogy elvették tőlük a buszokat. Ezt nem állítom, hogy így nem lehet fölfogni, de úgy is fel lehet fogni, hogy aki Alsóvároson lakik, ha most megépül az úszoda, és megépül nem sokára a kézilabdacsarnok, akkor átszállás nélkül fog tud eljutni egészen például a kézilabdacsarnokig, vagy fordítva, aki tápéi lakos, az eddig a belvárosban a Mastérnél át kellett, hogy szálljon, most meg egészen el tud jönni az SKT-ig, úgyhogy én bízom abban, hogy ez a menetrendmódosítás, amiben valóban vannak olyan elemek, amik az eddig megszokott utazási láncokat érintik, lett helyette néhány jó dolog is. Az egyetemistáknak szerintem külön öröm, hogy például a 19-es troli, vagy éppen a 3-as, 4-es villamos most már tovább jár, mint eddig. Igaz, szombaton délelőtt meg nem olyan sűrűn járunk, mint eddig, de ott megadtunk nagyobb járművet. Milyen intézkedéseket kell betartani annak, aki tömegközlekedik? A közösségi közlekedésben nem csak Szegeden, az egész Európában egy kutatási jelentés azt mutatta, hogy elsősorban a metróban, de a közösségi közlekedésben is magasabb a kockázata annak, hogy ha valaki
a vírus járványban él, akkor nyilván a közösségi közlekedésben sem lehet megoldani az izolációt. Ezért van az, hogy a közösségi közlekedésben és általában a kereskedelemben szájmaszk használatot írnak elő. Én most is szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindenkinek mondjam, hogy a szájmaszkot nem az állunk vagy a torkunk védelmére találták ki azok, akik ezt kifejlesztették, hanem pont a szánkat és az orrunkat kellene vele eltakarni. Én úgy látom, Szegeden most 98-99%-os a maszk használat, de a helyes maszk használatban még azért van hova fejlődni. És a helyes az, amikor nem az állunkat védjük a maszkkal, hanem akár az orrunkat is. Mire számíthat az, aki nem tartja be ezeket a szabályokat? A város úgy rendelkezett, hogy ezzel, ha valaki nem veszi föl a maszkot, akkor nem csak a saját, hanem mások egészségére is ártalmas tevékenységet végez. Ez azt jelenti, hogy kizárható az utazásból. Az ellenőröknek ma jogosultságuk van arra, hogyha valaki olyan utassal találkoznak, akin nincs maszk, és felszólítása nem is hajlandó ezt feltenni, vagy éppen nincs nála, akkor leszállítják a villamosról, toroljó, vagy akár a buszról is. Köszönöm szépen a beszélgetést. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!